Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket. Kedd este van, és egy páros a vendégem. Lendvai Ildikót is köszöntöm szeretettel, és Závesz Tibort is. Jó estét kívánok Önöknek. Amikor azt mondja Karácsony Gergely egy olasz lapnak, hogy én ugyan nem döntöttem el, de nagyon komoly támogatottságot tudnék magam mögé felsorakoztatni, hogyha elindulnék a miniszterelnök jelölti castingon, akkor arra nagyon sokan azt mondják, hogy nem castingolni kéne már, hanem bejelenteni és elkezdeni valamit. Mások meg azt mondják, hogy ez teljesen érthető, hogy vár, kivár, mert meg akarja látni, hogy igazából ki az, aki komolyan gondolja, és ki az, aki nem, és ebben is lehet ráció. Azt, hogy ez casting vagy nem, ezt most hagyjuk, én inkább azt gondolnám, hogy nem. De Önök mit gondolnak? Van mire várni a Karácsony Gergelynek? Szerintem van, nem csak azért, hogy megnézze, hogy kikkel fog az előválasztáson együtt versenyezni, hanem azért is, mert a jelenlegi közvéleménykutatási adatok, amik a két tábornak a támogatottságára vonatkoznak, azok azt a biztonságot nem adhatják meg egyelőre senkinek, én nagyon türelmes vagyok ezért, tehát nem, az indulóknak nem adhatják meg azt a biztonságot, hogy ez a győzelem ez zsebben van. Tehát, hogy itt azért egy politikai kockázat is van mindenkinek, kinek kevesebb, kinek több, de a lényeg az, hogy jelenleg egy nagyon szoros verseny van, tehát Karácsony Gergely valószínűleg minden közvélemény kutatást, ha néz hónapról hónapra, egyre közelebb kerül ahhoz a döntéshez, hogy azt mondja, hogy ez nem fog változni, és ennek minden kockázatával együtt belállok mégis, vagy azt mondja, hogy ez nagyon kockázatos számomra, mint aki a politikát a jövőben is akarja művelni, és jelenleg főpolgármester, és ezért nem áll bele, de előállhat az a helyzet is, hogy az ellenzék még jobban vezetni fog, és akkor meg tulajdonképpen egy, ha nem is sima lesz a történet, de a nagyobb az esélye arra, hogy ő egy parlamenti választást is megnyerjen. Tehát itt nem csak az előválasztáson indulás maga a tét, hanem az, hogy egy parlamenti választást kéne megnyerni. Na de lehet-e biztosra, vagy annyira biztosra látni a bármelyik jelöltnek is, bárhogy is álljon majd az előválasztás pillanatában köztük a verseny, hogy azt mondhassa, hogy megéri nekem elindulni, mert ugye mindenkinek más a startluk persze, de hát az egyik főpolgármester, a másik európai parlamenti képviselő, a harmadik egy fiatal pártvezető, ugye Jakab, aki igazából most erősödik. Tehát, hogy van olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy na most tuti. Olyan pillanat nyilván nincs, de ha megfordítjuk a kérdését, mármint azt a kérdést, hogy van-e mire várnia, és azt kérdezzük, hogy van-e miért sietnie, akkor azt mondanám, hogy nem kell sietnie, az ő ismertsége és népszerűsége az anélkül, hogy hivatalosan benevezne, megvan. Talán éppen ezért neki van a legtöbb ideje a döntésre, mert neki nincs szüksége külön személyes kampányt az előválasztás és a majdani választás érdekében folytatni. Azt nincs, ez biztos? Biztosan ki lehet mondani azt, hogy elég, hogy azt mondja, hogy itt vagyok? Nem azt mondom, hogy akkor ő biztosan nyer, különösen nem a parlamenti választásnál lehet ezt jósolni, de minden esetre azáltal, ha ő ma vagy holnap, mondjuk ma este már nem fog, de ha holnap benevezne, akkor ezzel nem növekedne tovább az ismertsége, ezért neki valóban van ideje mérlegelni a kockázatokat, hiszen ugyanakkor utaltál is rá, neki van a legtöbb vesztenivalója is, hiszen ő van abban a pozícióban, ahol nagyon szüksége van egy demonstratív támogatásra. És lehet, bár erről én nem kérdeztem, hogy van még egy szempontja, hogy nem rohan olyan nagyon előre, és pedig az, hogy a kormány ezerrel lő Budapestre, önmagában arra a föltételezésre is, hogy Karácsony Gergely majd miniszterelnök jelölt lesz, lehet, hogy úgy gondolja, hogy még újabb töltények érkeznének, ha ő ezt bejelenti, és a város érdekében kivár. Ugye van egy másik fontos jelölt, Dobrev Klára, aki hivatalosan nem jelölt még, mégis mindenki úgy kezeli, hogy a DK majd őt fogja indítani, és hát jó múltkorában ő sem tiltakozott itt olyan nagyon ez ellen a felvetés ellen. Az, hogy ő meg európai parlamenti pozícióban van, az, hogy ott neki lehetnek ambíciói, amik akár felül is írhatják azt, hogy magyar miniszterelnök jelölt legyen, az mennyire számíthat abban a döntésben, hogy a DK-nak lesz-e egy erős jelöltje? Elengedheti-e a DK racionálisan azt, hogy Dobrev Klárát elindítsa? Szerintem ez egy verseny, tehát ez mindig az, amit említett, és a palettán tulajdonképpen a mostani bejelentkezőket, ha nézzük, vagy a potenciális versenytársakat, ő az egyetlen nő, és szerintem ez is egy nagyon fontos... Ez egy előny ma. Igen, ez egy nagyon fontos előny, tehát hogy én azt gondolom, hogy a DK
a jelenlegi pozíciójában, ami egy ilyen vezető ellenzéki pozíció, azt nem engedheti meg, hogy félvárról vegye, mert nem csak miniszterelnök jelölti előválasztás lesz, hanem ugye 106 egyéni választókerületben is, és oda is kell mindenképpen, már hogy kell egy húzó ember, aki a pártnak a húzó embere, és az, hogy Dobrev Klárának a politikai ereje milyen, azt az európai parlamenti választáson láttuk, tehát azért sokak meglepetésére ez a párt, a DK, egy nagyon tisztes 4 mandátumot hozó eredményt ért el, tehát azért nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ott legyen a versenyzője, és nincs más valószínűleg a párton belül, aki ezt vállalná, vagy akit a párt ajánlana, és Dobrev Klára politikai jövőjét szerintem az sem rongálná, ha ő ezen a választáson nem lenne nyertes. Én azt gondolom, hogy de és ha nélkül beállna a győztes mögé, ha a győztes nem ő. Tehát én azt gondolom, hogy éppen amiatt, mert európai parlamenti pozíciót nem rombol az, ha a magyar ellenzéki előválasztáson valaki, nem tudom, második lesz, akkor ez, nem hiszem, hogy ez ott negatívumként hat. Viszont kampánynak tekintsük már azt, hogy ha a Dobrev Klára elmegy Szeged polgármesteréhez, amúgy látogatóba? Nyilván más oka is van rá, hiszen az Unióban éppen, hogy ők a többi ellenzéki delegáttal együtt képviselik azt az elvet, hogy az önkormányzatok nélkül ne lehessen fejlesztési támogatást szétosztani. Tehát ha szóba se kerülne az ő miniszterelnök jelöltsége, akkor is oka lenne oda menni. De egy politikus életében a szó nem pejoratív értelmében minden kampány, hiszen minden gesztusa, minden megnyilatkozása, hát figyelembe vétették a választó fejében a későbbi választásnál, és ez rendben is van. Na de akkor ebben az értelemben az, hogy egy szocialista városvezetéshez, Botka Lászlóhoz, korábbi miniszterelnök jelöltjéhez az MSZP-nek látogatott, tekintsük úgy, hogy első kampánygesztusaként, aztán majd nyilván ezt lehet árnyalni. Annak van üzenetértéke? Ha ezt az aspektusát nézzük, bár még egyszer mondom, azt hiszem, hogy ott az uniós történések szempontja volt a fő szempont, de most, hogy mondja, ha ezt az aspektusát nézem, akkor fogjuk fel olyan gesztusnak, ami előrevetíti azt a pozitív forgatókönyvet, hogy ebben az előválasztásban a pártok és jelöltek nem egymás ellenfelei, hanem ahogy mondod, képesek lesznek beállni egymás mögé, vagy a mögé, aki mögé kell. Én nem is ezen aggódom, sőt örülök, ma azért súlyos nevekről beszélünk. Hát, és sorolhatnám a többit is. Tehát ez egy olyan előválasztás, aminek tétje van, és az a jó, ha tétje van, mert érdemes emberek között lehet választani. Azt a mondatot akartam hozzátenni, hogy amitől tartok, az, hogy azt, amiről mi beszélünk, azt a Fidesz is fölmérte már, tehát, hogy az előválasztás ilyen fontos jelöltekkel egy nagyszerű eszköz az ellenzék kezében, hogy nem talál neki valamit, járványra hivatkozva erre találhat is alkalmat, amivel az előválasztás hangerejét egy kicsit lejjebb kapcsolhatja, mondjuk, hogy nem lehet nyilvánosan aláírás gyűjteni, hogy csak az online módok vannak, úgy is lehet előválasztást tartani, kicsit kevésbé biztonságos, de főleg kicsit kevésbé van kampányereje. Hát, hogyha a pénztárnál lehet sorbálni bármelyik nagyboltban, akkor nem gondolom. Mondja hogy... maga, majd nézze meg, mit mondja. Aláírás nem lehet gyűjteni, de hát ne adjon ötletet. Nem, ez szükségszerű az ellenzék számára, és nagyon helyes, hogy beleállt abba, és ezt a kompromisszumot megkötötték, hogy mindenhol van előválasztás. Tudni, jelenleg mi a helyzet? Van egy startvonal, ahol az egyik pálya az lejt, a másik lehet, hogy emelkedik, de a legrosszabb esetben is egyforma, vagy azonos szinten megy. Nem csak, hogy lejt a pálya, aki ott indul, hanem hát ő edzőtáborokba is jár, tehát olyan edzőtáborokba, ahol őt felkészítik. Pénz, paripa, fegyver, minden rendelkezésre áll. Tehát annak, akinek a pályája meg fölfelé megy a futópályáját, valamit ki kell találnia, hogy ő is nyerhessen. Itt azért az esélye meglegyen, hogy nyerjen. Itt valószínűleg a lelkesedés azért nem teljesen elég. Mit lehet csinálni? Elindul más versenyeken. És azokon a versenyeken vannak szurkolók, és így építi föl magát. Tulajdonképpen az ellenzéknek ezért szükségszerű ez az esemény sor, mert hogy handicappel indul, az élményt meg kell adni az ellenzéki választópolgároknak, hogy itt versengés van, kiválasztódik a legjobb jelölt, hogy ne fordulhasson elő, ami a borsodi választókerületben volt, a csontvázak essenek ki minél előbb,
az előválasztáson, és onnantól kezdve egy relatíve nagy, de ellenzék értelemben. Arra is, hogy megmutassa az ellenzék, hogy van itt csapat. Igen. Sőt, a csapat úgy van, ugye, ha tegnapi eseményeket nézzük, akkor nem csak ugye a hat pártról szól a történet, akit szövetséget kötött, hanem az előválasztáson megjelenhetnek civilek is. Vannak bizonyos feltételek, amiket el kell fogadniuk, de párttagnak nem kell lenni. Ez nagyon fontos dolog, mert ezzel lehet szélesíteni azt a társadalmi szövetséget, vagy társadalmi egységet, akik valamilyen alternatív Magyarországban gondolkodnak. Erre vetette fel tegnap egy másik műsorban itt Szanyi Tibor, hogy de milyen előválasztás az, ahol neki úgy kell elindulnia, hogyha ő nem ért egyet ezek a hat pártnak az elképzeléseivel, de mégiscsak ellenzékinek gondolja magát, hogy végül be kell ülnie valamelyik pártot. Hát ez azt gondolja ő, hogy ez nem tisztességes a civilekkel, meg a többiekkel szemben. Hát azért ezt a dilemmát nem érdemes nagyon fölfújni. Miért? Különben azt gondolja, hogy ha külön elindul, akkor neki majd lesz egy frakciója, és nem kell valahol. Másképp van értelme elindulni? Nem ebben a reményben? Nem azt vesszük észre, hogy vannak kis pártok a Mi Hazánktól kezdve, akiknek józan észre nehéz föltételezni a komoly esélyeit, és mégis elindulnak. Hát közben meg ne zárjuk ki a meglepetés esélyét, mert a politikát az is mindig árnyalja és izgalmassá teszi. Ne felejtkezzünk el a többi jelöltről, hogyha megemlítettük Karácsony Gergelyt és Dobrev Klárát, akkor meg kell említenünk, azt gondolom, nem csak a tisztesség, hanem a racionalitás okán is azt, hogy például Jakab Péter hogy jön föl. Nagyon a Jobbik is jön fel, illetve Jakab Péter húzza fel talán a Jobbikot, megkockáztatom ezt a mondatot. Nyilván ez egy sokféleképpen lehet elemezni. Egyre inkább azt látjuk ezekben a mérésekben, hogy ő, amíg Márki-Zay Péterről beszélhetünk talán úgy a már említett két személy mellett, hogy a harmadik helyen van, mert nagyon picik a különbségek, azt is szoktuk mondani az ellenzéki szavazók számára, néha talán mindegy is, hogy ki a jelölt, csak legyen valaki, úgyis mögé állnak, de mégis, ha sorrendet lehetett mondani, akkor Márki-Zay Péter volt a harmadik helyen, és ezt a pozíciót most már azt gondolom, hogy egyértelműen birtokolja Jakab Péter, megtalált egy olyan társadalom, egy olyan stílust és egy olyan társadalmi szegmenst, ahol ő egyeduralkodó az ellenzéki táboron belül. Jakab Péter valószínűleg nem azzal számol, hogy az előválasztást megnyeri, hanem hogy ő ott hoz szavazatokat, kapcsolatot tart azzal a társadalmi közeggel, kisvárosok és a falvak társadalma, és ezt a csoportot fogja tudni behozni a parlamenti választásokra. Ő előre elmondta, hogy ő elfogadja a győztest, tehát ő mögé fog állni. Tehát ez valószínűleg így is korrekt. Ő Ludas Matyi a jelöltek között, aki a nagyurat megpöcköli? Inkább azt mondanám, hogy sok Ludas Matyi van a jelöltek között, mindegyik döbrögi ellen megy idézőjelben. Talán ő az, aki a legharsányabb és radikálisabb parlamenti szövegekkel pöcköli meg. Épp ezért én nem vitatkozván vele, csak hozzátenném, hogy talán az ő fölemelkedésében nem csak az van, hogy egy adott társadalmi bázist, a vidék, igen, a szegény falu bázisát találja el, hanem azokat, akik radikális hangvételre vágynak. Igen. Ez mindenképpen egy stílusjegy is, ami őt fölviszi. De ilyen szempontból is, bármi legyen a vége, én nagyon jónak tartom, hogy a miniszterelnök jelölti előválasztás az kétfordulós. Igen. Tudnélik, a második fordulóba, ahova gondolom a két legerősebb jut már be, ott ezeket a speciális szempontokat talán elsimítja az a fő szempont, hogy mégis ki az, akire a legtöbb szavaz. Akire az is szavaz, aki a radikális hangvételt kedveli, az is szavaz, aki talán egy ilyen centristább politikát, mint mondjuk Márki-Zay, igen. Kedveli, addig meg tényleg mindenki úgy foghatja fel, ez az előválasztás előnye, ahogy mondod, hogy az itt befektetett energia később is megtérül. Márki-Zay mit visz bele az együttműködésbe? Ugye őróla több mérés igazolja azt a erős pozícióján kívül, hogy ő a legkevésbé elutasított, tehát legkevésbé megosztó talán az összes jelölt közül, és ez, hogy mit ér majd ezen az előválasztáson, ez tényleg egy ilyen centrista álláspont, és az a szín. Tehát őnála nem lehet azt mondani, hogy ő hozza majd a jobboldali ám ex-fideszes szavazókat, tehát voltak ilyen feltételezések, én ezt nem látom az adatokból, de mindenképpen van egy olyan politikai stílus, ami a többiekre másként jellemző, és ő ezt hozza. Ő egy vidéki megyei jogú városnak a vezetője, tehát tényleg azért jó ez, és azért színes a paletta, mert van a főpolgármester, ahogy az elején felsoroltad, hogy sokféle politikai pozíciót betöltő ember,
ő hozhat egy ilyen, bár sokszor radikálisak az ő megnyilvánulása is, de ugye az elején az látszott, hogy egy ilyen mérsékeltebb, konzervatív, valahogy az úri középosztályra legjobban hajazó stílusú választókat tud integrálni. Meglátjuk, hogy ez tényleg így lesz-e, és akkor még van Fekete Győr András, aki pedig inkább egy ilyen a fiatalokat, ugye ott ráadásul az életkort is leszállították, tehát ő a fiatalokat, nagyvárosiakat, és ő is beszállt ebben radikálisabb versengésbe. Egyébként tudod, ilyen szempontból, vagy tudja mindenki, a pártoknak is stílus és módszerválasztás szempontjából tanulságos lesz az előválasztás eredménye, hogy az ő szavazótáborok inkább a radikálisabb, inkább a fiatalosabb, polgárpukkasztóbb, inkább a tradicionálisabb, baloldali, vagy melyik stílust kedveli. Hát ma még ebben habozunk. Abból a szempontból is izgalmas lesz, hogy vajon kigyőz ebben e tekintetben, és kinyúl mellé majd akkor, amikor valamelyik csoportot kiválasztja magának, amelyik és nem kéne esetleg. És az mégis kevés. Izgalmas lesz, van még majdnem fél évünk, és mennyit fogunk erről még beszélni. Köszönöm szépen ezt a mait. Köszönjük szépen. Köszönjük.